you to have a simple, easy life. Tehát a szellemnek a az útmutatás és vezetése az, hogy egy könnyű és áramló életünk legyen. But we have to be very humble and very willing to follow in order to experience that ease. De nagyon alázatosnak kell lennünk és nagyon megengedőnek ahhoz, hogy tudjuk követni ezt a könnyűséget és ezt az áramlást. A lélek unatkozik. It seems like my ego is bored very much. És ezt a mindennapokon is ugyanígy kell, mint ahogy most elmondtuk példán keresztül. Hát ezt a mindennapokon ugyanígy kell, mint most az utazással sotokon keresztül elmondtak át ezt a könnyedséget. So és így kellene. Do you think or do you mean that the same way that you experience this easiness and this flowing during your traveling, is this the way it should be in our everyday life? Yes. Yeah, it's meant to be a flow all the time. Ennek igen, tehát a válasz az, hogy ez egy örökös áramlásnak és könnyedségnek kell lennie. Akár hétköznapokban, akár bármásban. And they can relate because boredom is a form of fear. És tudok kapcsolni az, amit mondtam, mert azért tapasztaltam az, hogy az unalom az egy fajtája a félelemnek. When I was in the university for 10 years, I was many times bored. Amikor az egyetemre jártam 10 éven át, akkor nagyon sokszor unatkoztam, és még pedig nagyon unatkoztam. I would want to just tune out the professor and do lots of daydreaming because I was so bored. Szerettem volna csak így lekapcsolni a professzorok előadásait és csak ilyen álmodozásokba belekerülni, mert annyira unatkoztam. And then I worked at jobs and I was extremely bored at jobs too. És aztán különböző munkákat végeztem és halálosan unatkoztam a munkák során. And then when A Course in Miracles came into my life, amikor viszont belépett a csodák tanítása az életembe, I could feel that the Spirit wanted me to give my whole life over to the Spirit. De akkor kezdtem el érezni, hogy a Szentlélek arra kér, hogy az egész életemet átadjam neki. The Spirit was saying, I will cure your boredom. És azt mondta a Szentlélek, én majd meggyógyítom az unalmadat. And it has been a very exciting adventure for the last quarter of a century. És nagyon izgalmas utazással vált így az életem az elmúlt negyed évszázadban. Because I never really know what's going to happen. Mert igazából fogalmam sincs, hogy mi lesz a következő dolog az életemben. It's kind of exciting. Nagyon érdekes, hiszen nem tudom, hogy mi fog történni. Because it works out, always works out so well. Mert másrészt pedig mindig minden a lehető legjobban alakul. And we have to know that we're worthy of love. És tudnunk kell, hogy megérdemeljük a szeretetet. We're worthy of falling deeply in love. Megérdemeljük azt, hogy nagyon-nagyon mélyen belezuhanjunk a szeretetbe. Because that's really our true identity. Mert igazából ez a valódi énünk, identitásunk. Yes. Ezt én nagyon köszönöm, mert nekem az elmúlt 9 hónapban nagyon sokszor hallottam azt körülöttem az emberektől, hogy céltalan az életem. Ők mondták nekem erre. I'm so thankful for what you were saying because the past 9 months I heard so many times from different people that your life has no meaning, your life has no aim, purpose. És elkezdtem ebből a könnyességből egy ilyen nagyon befeszült és összeszorult életet élni. And so I kind of believe that I started to go from easiness to this contracted anxiety state of living. És most arra, tehát ennek a pillanatig, tehát a mai napig, azt érzem, hogy annyi kapit kell takarítanom, So because of this, I really feel like up until this moment, I have to clean so much
shit out in my life because of this belief that I had. Amivel most nyugodt vagyok, amikor idejöttem, akkor ilyen nagyon mondtárát voltam. So now I feel fully at peace, but when I came here, I was really full of anxiety. Most ez így rendben van, azt érzem, itt veletek. Now I feel that here with you. Úgyhogy maradték a közösségben. It's okay. So I would love to stay here. Igen, és nem tudom, hogy lesz így kint, kívül. And I don't know, I'm kind of afraid of what could happen outside there. Yes, I like reminding people how perfect they are. Szeretem emlékeztetni az embereket arra, hogy ők milyen tökéletesek is. And that they can't really mess it up. És hogy igazából nem tudják elrontani ezt az egészet. That way they can start to relax. És ilyen módon, ha ezt így elhiszik és befogadják, akkor végig elkezdhetnek megnyugodni. And just let life unfold. És csak engedhetik, hogy az élet feltárja saját magát. When I was a child, I was very shy. Gyermekként nagyon szégyenlős voltam és félénk. And then I was shy in school. És aztán az iskolában is félénk voltam. And in my senior class I was most shy. És aztán a felső éves tanulmányom során a legfélénkebbnek választottak meg. Then I went to university and I was shy. És aztán egyetemre járva és tovább is nagyon szégyenlős voltam. I was so shy that I didn't go out on my first date. Until I was 27 years old. Annyira félénk voltam, hogy 27 éves koromban voltam először randin. And then, soon after I went out on my first date, A Course in Miracles came to me. És nem sokkal azután, hogy elmentem értem első randiára, megjelent a családtalítása a jelenetben. And Jesus said, I'll show you how much healing will come from relationships now. És Jézus azt mondta, hogy most megmutatom neked, hogy a kapcsolataidon keresztül mennyi gyógyulásban fogsz részesülni. He said, thank you for saving yourself for me. Azt mondta, hogy köszönöm, hogy eddig tartogattad volt számomra. A virgin for Christ. Egy szűz Krisztusban. Yeah. And then he had many instructions. És akkor utána nagyon sok új utalást kaptam. That I was to he instructed me how to pay off my debts. Megmutatta, hogy hogyan tudom az adósságaimat kifizetni. Because I have student loan debts from being in university for 10 years. Mert annyian diákkölcsönt halmoztam fel a 10 éves egyetemi tanulmányom során. And once Jesus cleared those away, he said, now you're mine completely. És amikor Krisztus a diákkölcsönöket és adósságokat megoldotta nekem, akkor azt mondta, hogy most már az enyém vagy. He said, let's teach people that they're innocent. És azt mondta nekem, hogy tanítsuk meg az embereket arra, hogy ártatlanok. That they don't have to figure out the future. És azt arra, hogy nem kell kitalálniuk a jövőt. That they don't have to keep thinking about the past and their past mistakes. És tanítsuk meg őket arra is, hogy nem kell gondoljuk a múltra és a múlt hibáira. And because the Spirit knows the way to innocence. Mert a lélek, a szellem tudja az utat az ártatlanságba. And we really all are innocent. És valójában tényleg igaz az, hogy ártatlanok vagyunk. But when we believe in linear time, de amikor hiszünk a lineáris időben, we put so much belief in the body, akkor annyira sok hitrendszer fog kialakulni a test körül. And then we judge the body. És aztán megítéljük, ítélkezünk a test fölött. It's almost like constantly judging the body. Tulajdonképpen folyamatosan ítélkezünk a testünk fölött. Judging our actions, judging our behaviors. Ítélkezünk a cselekedeteink fölött, ítélkezünk a viselkedésmódunk fölött. Trying to live up to standards and expectations. Megpróbálunk elvárásoknak és feltételeknek megfelelni. It's just a lot of guilt. És rengeteg bűntudat kezd el kapcsolni ezekhez a dolgokhoz. To the angels are always laughing. Az angyalok ezzel mindig nevetnek. They think human beings are so funny. Azt gondolják, az emberek annyira viccesek. Taking everything so seriously. Mindent annyira komolyan vesznek. And to the angels, really nothing is serious. És az angyalok számára igazából semmi sem túl komoly.
Many times people pray to the angels for protection. Nagyon sokszor imádkoznak az emberek az angyalokhoz védelemért. But you have to be afraid before you pray for protection. De először félned kell ahhoz, hogy védelemért folyamodjál. And the angels think fear is very funny. És az angyalok azt mondják, hogy a fél az nagyon vicces. Because it's so unnecessary. Mert annyira szükségtelen. It's really a waste of time. Annyira időbocsékolás. When there's so much joy that can come through instead. Amikor annyi öröm és boldogság jelenhetne meg a félelem helyett. So that is the joke. If you want to make God laugh, tell God your future plans. Ez a vicc, hogyha szeretnéd megnevettetni Istent, akkor mondd el neki a jövőbeli terveidet. And if you want to laugh along, then let go of your future plans. És hogyha te is szeretnéd Istennel nevetni, akkor engedd el a jövőbeli terveidet. And just trust that you'll be guided. You'll feel what's inspiring in your life. És csak bízál abban, hogy megkapod a vezetést, és hogy érezni fogod, hogy mi az inspiráció az életedben, és merre mutat. So the teachings are just starting to spread around the world. Tehát a tanítás most kezd el szétterjedni a világon. That we are truly innocent. És annak a tanítása, hogy mindannyian valóban ártatlanok vagyunk. And if we practice, we can have a very easy, flowing life. És hogyha gyakorlunk, akkor valóban az életünk nagyon könnyedé és áradóvá tud válni. And if somebody accuses you that your life has no meaning, you can laugh. Just have a good laugh. És hogyha valaki megvádol azzal, hogy az életednek semmi értelme nincsen, akkor csak nevethetsz egy nagyot. Because the purpose of life is to be happy. Mert az élet egyetlen célja az az, hogy boldogok legyünk. It's not to achieve things in this world. És ez nem arról szól, hogy elérjük dolgokat ebben a világban. It's not to accumulate possessions. Nem arról szól, hogy felhalmozunk mindenféle földi javakat. It's not even about loving one certain person and being indifferent with the rest of the 7 billion. És arról sem szól, hogy csak egy konkrét embert szeressünk, és a maradék 7 milliárddal kapcsolatban. Love in our heart for everyone. Ez arról szól, hogy érezzük a szeretetet a szívünkben mindenki iránt. So thank you for coming tonight. Köszönöm, hogy eljöttetek ma este. A very enjoyable evening. Nagyon élvezetes este volt. Yeah.